Hello, Sidrop vagyok! Üdvözöllek világomban, ahol a természet feletti természetes. Vendégem messiásban hívő volt, aki még találkozott is Jézussal személyesen, mennyei átélése is volt, mégis egy nap a pokolban találta magát, sok más keresztényel együtt. Megismerte a pokol összeesküdését. Most pedig mi is meg fogjuk tudni azt, amit a pokol szándékosan rejtve tartott tőlünk. Ez a pokol legnagyobb titka, amit most kiugrottunk, leugrasztunk arról a rejtek helyről. Lori <laughs> boldogan élted az életed, de 2000 környékén mélypontra kerültél. Mennyire volt súlyos a helyzet? Olyan mély depresszióba süllyedtem, hogy többször is végeztem öngyilkossági kísérletet. Úgy éreztem, nincs miért élnem, mert csak sérelmet és fájdalmat érzek, óriási elutasítottságot magamban, és nem tudtam, mit kezdeni vele. Az egyetlen elfogadható válasz csak az volt számomra, hogy megpróbáljam megtalálni a módját a fájdalom megszüntetésére úgy, hogy véget vetek az egésznek. De ekkor valaki a postaládátokba tett egy szórólapot egy IHOP konferenciáról egy másik államban. Te pedig elmentél oda, de hogyan? Miért mentél el? Én nem akartam, de valamiért megtartottam azt a szórólapot, és egy megmagyarázhatatlan vonzást éreztem, hogy menjek el oda. Biztos vagyok benne, hogy imádkoztak a meghívó fölött, mielőtt bedobták a postaládánkba. Tudtam, hogy el kell oda mennem, és az az út az egész életemet megváltoztatta. Odaértél, tehát ott voltál az imateremben, és mi történt ott veled? Amikor odaértem, fogalmam sem volt arról, mire számíthat, emberek különböző módon imádták Istent. Majd egyszer csak meghallottam Isten hangját. Azt kérdezte tőlem, mit szeretnél? Erre én, tudni szeretném, hogy a nyelveken szólás valóságos-e. Abban a pillanatban meg is kaptam a nyelveken szólás ajándékát, és azóta is nagyon szeretek nyelveken imádkozni. Ott a konferencián csak úgy magattól elkezdtél nyelveken szólni. Az imateremben. Valaki imádkozott, érted? Nem, senki. Csak azt mondtam az úrnak, hogy tudni szeretném valóságos-e. És nem csupán a nyelveken szólást kaptad meg Istentől, hanem még többet is. Kimentem az imateremből, majd néhány órával később, ahogy visszamentem, szerettem volna valami mást is kérni Istentől. Három dolgot soroltam fel, amiket szerettem volna tőle kérni. Azt mondtam, szeretnék egy faházat a Superior tónál, egy négykerék meghajtású furgont és világbékét. Majd azt gondoltam, én inkább feladom azt a kívánságom, ami a világbéke. Talán valaki másnak kellene azt kívánnia, nehogy a többi emiatt ne kapjam meg. De a helyet egyetlen pillanat alatt Jézus eljött, megragadott, és a mennybe vitt. Tiltakozom! Én még soha nem voltam a mennyben, és mindezek a vendégek meg jártak a mennyben. Tehát ott voltál, és mi történt? Egyetlen pillanat alatt tudtam, hogy Jézus Krisztus él. Ott állt előttem az, aki fényből van. Azt akarta, hogy lássam őt olyannak, amilyen valójában. Fantasztikus volt. Fokozatosan növelte a hang és fényerejét míg már semmi más nem láttam, csak a fényt, mert ő fényesebb volt a napnál is, és bár nem vakított, mint a nap, mégis be kellett csuknom a szemem, mert annyira nagy volt a fény. Erre levette a hang és fény erejét, hogy képes legyek szemlélni őt. Most már úgy hiszem, olyan mértékig vagyunk képesek szemlélni őt, amilyen mértékig szeretjük, és engedelmeskedünk neki. Azt is láttad, hogy Jézus táncolt valakivel, meséldezt el. Az Úr arra kért, adjak oda neki valamit, ami számomra nagyon fájdalmas volt, és ami miatt aggódtam. Nem tudtam, hogyan lennék képes ezt csak úgy elengedni, így folyamatosan azt mondtam neki, hogy nem. Emberek azt mondják, Jézusnak nem mondhatsz nemet, de tudod, állandóan nemet mondunk Jézusnak. De ő annyira türelmes, megmagyarázhatatlan volt számomra, hogy a belseje olyan lett, mint egy tévéképernyő, amin keresztül levetít nekem egy filmet. Ebben a filmben ő maga volt, Jézus, ahogy a gyönyörű mennyasszonyával táncol, egy nagyon sajátos táncot jártak. Észrevettem Jézus szemeiben a hatalmas, szeretet. Tüzét. Olyan gyönyörű tűz ég a szemeiben az iránt, akit szeret. Akkor a sötétség megpróbált besúrani és megérinteni ennek a lánynak a ruháját, de abban a pillanatban Jézus szemeiben a tűz lángba borult. Az volt a szemében, az én mennyasszonyommal nem szórakozhatsz. Ahogy táncfordulatok mozdulatában megfordult ez a mennyasszony, szinte fájt a bensőm, mert engem még soha nem szerettek így. Tudtam, ha egyetlen dolgot kívánhatnék, ez lenne az, mert akkor teljessé válna az életem, ha valaki így szeretne engem. És nem csak úgy akárki, hanem az az Isten, aki ennyire fantasztikus. Majd ahogy a lábára néztem, felismertem, hogy ezek az én bokáim. Nagyon szép bokáim vannak. Irigyelted azt, akivel táncolt, és akit ennyire szeretett Jézus, holott az te voltál. Az én voltam. Én voltam. Azt kérte tehát tőled, hogy valamit adj fel. Igen, újra és újra kérte, hogy adjam át neki. Ezután már biztossá váltam abban, hogy teljesen bízhatok benne, így odaadtam a fájdalmam Jézusnak. Akkor a homlokát az én homlokomra tette. Azt kérdeztem tőle, tehetek bármit, érted? Annyit mondott, menj és mesélj másoknak is. Abban a pillanatban, hogy kijöttem ebből a látomásból, teljesen szabad lettem. Egészen addig napi három és fél csomag cigarettát szívtam, amitől teljesen megszabadultam. Nem volt többé gyógyszerre sem szükségem, mert addig a depresszió miatt gyógyszeres kezelés alatt álltam. Ő valóban megváltozta azt aki vagyok. Soha nem voltam olyan, mint amilyen azután lettem. Mint akit töltőre tettek, és teljesen feltöltöttek. 2008-ban Isten elvitt a pokolba is. A szomorú dolog, hogy néhány rokonát is látta ott és sok keresztényt is. Tudom, hogy ezt nehéz elhinni, de meg fogod érteni. 2008-ban ismét elmentél az IHOP konferenciára, ahol épp imában voltál, amikor hirtelen a pokolban találtad magad. Mikor jöttél rá, hogy a pokolban vagy? Mondd el, mi is történt. Egy evangelizációs összejövetel volt, én pedig csukott szemmel imádtam az Urat. Majd azt éreztem, mintha hatalmas hőség jött volna be a terembe. Kinyitottam a szemem, mert tudtam, hogy valami történik. Láttam, ahogy a terem eleje megnyílt. És a pokol ott volt előttem. Egy újjak nélküli kar kicsapott onnan a pokolból, és szó szerint kiragadta a szellememet a testemből, és beszippantott. A pokolajtók vastagok és nehezek, és ahogy bezáródtak mögöttem, azonnal tudtam pontosan, hogy hol vagyok. Három dolgot hallottam. Örökké itt leszel, a pokolban vagy, amiatt, hogy nem bocsátottál meg. A legsúlyosabb megbánást éreztem, amit valaha is el tudsz képzelni. Tudtam, hogy onnan nincs kiút. Ezt éreztem. A pokolból nincs kiút. Mondd el nekünk, kérlek, milyen dolgokat észleltél ott? Először is hadd mondjam el, nem szeretnék bűnös lenni abban, hogy nem mondom el a teljes igazságot a pokol valóságáról, és nem túlzok. Ezt hogy érted? Úgy, hogy az még annál is sokkal rosszabb, mint amit szavakkal ki tudnék fejezni, ha semmi mást nem említenék, csak a rendkívüli hőséget, ami miatt olyan érzésem volt, hogy a bőröm folyamatosan olvad és csöpög le rólam. A sikoltozó emberek hangja kiukasztotta a dobhártyámat, és olyan fájdalmat okozott bennem belül, és tudtam, hogy ez örökké fog tartani, és nem volt ebből semmilyen kiút a csontjaim kicsavarodtak, a testem eldeformálódott, oly sokféle módon éreztem, ahogy a hátam ketté törik. Fájdalmat éreztél a pokolban, iszonyatos nagy fájdalmat, és nincs egy csepp megkönnyebbülés sem, egy csepp víz sem, egy csepp fény sem. Soha nem jutsz el egy másik emberhez, hogy megozd ezt a fájdalmat valójában te magad bűnné válsz. Elkezdenek kitüremkedni belőled olyan formák, hogy valójában elveszíted az emberi lény formáját, mivel Isten képmására lettünk megalkotva, a földre, de ott ez megváltozik, szörnyen borzalmas, rettenetes soha nem akarok oda visszatérni képzeld el hogy isten nélkül éled le az életed tudtam hogy ott soha többé nem érinthetem meg az unokáim arcát még amikor vitatkoztam is a férjemmel, ami lehet nem volt kellemes, de az a döbbenet, hogy többé semmit nem tudok mondani neki, nem tudok sem bocsánatot kérni, sem helyrehozni a dolgokat. Állandó fájdalomban lenni, és tudni azt, hogy ez nem, hogy javulna, hanem csak egyre rosszabb, és rosszabb, és rosszabb, és soha nem ér véget. Ez volt benne a legszörnyűbb. Nincs olyan, hogy eléred a csúcspontját és vége. A pokol épp úgy, mint a mennyben, a teljes agykapacitásom működött, és tudtam, mivel ismerem a Máté 18 egészét, és az összes igét a Bibliából, abban a pillanatban eszembe jutott az összes igevers a Szentírásból, és teljes értelmet nyert, és igazságos volt az, hogy oda kerültem a pokolba. Már nem csupán utálatot vagy gyűlöletet éreztem, hanem én magam gyűlöletté váltam. Folyamatos gyűlöletet éreztem, ami csak fokozódott. Voltak ott olyan emberek, akik pont olyanok voltak, mint én. Hittek abban, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Isten, de nem voltak hajlandók engedelmeskedni neki. Azt mondták, hogy szeretünk, szeretünk, de a Szentírás azt tanítja, aki engem szeret. Engedelmeskedik nekem. János 14.21. Többször is kérte tőlem az Úr, hogy bocsássak meg, és engedjem el a sérelmeket, de nem tettem meg. A pokolban annak a tudata volt a legrosszabb, hogy a mennyben Jézus annyira türelmes volt, és hajlandó volt mindent megbocsátani nekem, és én nem voltam képes kicsik is megbántásokat elengedni. Úgy éreztem, hogy az életemet is teljesen összetörték azokkal, amikkel megbánt engem, De a valóságban mindaz ahhoz képest, amit az Úr megbocsátott nekem, azok nagyon kicsi dolgok voltak. Hogyan tudták kijutni a pokolból? Amilyen gyorsan bekerültem a pokolba, ugyanolyan gyorsan kinyíltak azok az ajtók, és valami olyan gyorsan kihozott, hogy amikor magamhoz tértem, ott a teremben sikítoztam. A barátom, aki vezette az összegyövetelt, hátra jött megnézni, mi van velem, mert annyira zavartam az Isten hogy meg kellett szakítani miattam az Alkalmat. Elkezdett rázni engem. Ez ott volt az álhabban? Igen, most is itt van ez a jó barátom Helen Hart, aki rázott engem és kérdezte, mi a baj, mi a baj. Azt feleltem, a pokolban voltam. Attól fogva minden megváltozott. Amilyen átalakító hatású volt a mennyben járni és találkozni Jézus Krisztussal, az az átformálódás még csak nem is hasonlítható össze azzal, mint amikor a pokolba kerültem. Teljesen megváltoztatott ez az átélés. Ahogy visszatérünk a szünetről, megkérem őt, hogy ossza meg velünk, mik a legnagyobb hazugságok, amikben a keresztények hisznek, ami azt okozhatja, hogy amiatt nem kerülnek majd a mennybe. <coughs> Laurie érthetően olyan traumát élt át, hogy könnyes szemmel tudja még elmesélni is. Mit mondott neked Jézus, hogy miért vitt el téged a pokolba? Amikor az Úr szólt hozzám, és végül meggyógyította a szívemet, azt mondta, én vittelek el a pokolba, mert szeretlek. Akkor értettem meg, ha Isten ezt nem mutatta volna meg nekem, és anélkül haltam volna meg, hogy ezt láttam volna, akkor lehet már most ott lennék. De Ő szeret engem, és Ő hatalmas, aki képes engem megváltani, megmenteni, de ahhoz erre volt szükség. Hitet szerint mi az ördög legnagyobb hazugsága? Az egyik legnagyobb hazugsága az ördögnek, hogyha egyszer valaki már megtért, az üdvösségét nem veszítheti el. Folyton olyan emberekbe ütközöm, akik ezt hiszik, és én úgy gondolom, ez az emberek ellen egy összeesküvés a pokolból. Azért gondolom, hogy ez a legnagyobb hazugság, mert a mögötte álló gondolat az, hogy átadom az életem Jézusnak ma, aki eltörli az összes múltbeli, sőt jövőbeli bűneimet is, és teljesen mindegy, hogy élek ez ugyanúgy a mennybe jutok. Na de ez az új kegyelem kinyilatkoztatás, ami nem a bibliai kijelentés. Ez így van. Mi a helyzet a fő keresztény bűnnel, amiben én is voltam? Ez pedig a plegyka. Tudod, a plegyka megszomorítja Jézust. Ezért bennünk is ezt kellene kiváltania. Először is az a kérdés, miért plegykálkodunk, miért mondunk rosszakat másokról, amíg meg nem gyógyulsz belül, állandóan meg fogod tenni. Menned kell Jézushoz, hogy tőle kapd meg a személyazonosságodat. Tudtad, hogy te csupán plegykáltál valakiről, de azzal épp meggyilkoltad egy ember hírnevét. Ez nagyon komoly. Én saját magamra vonatkozóan kötöttem egy só szövetséget a nyelvemmel, a Szent Szellemmel, mert ez az egyik első bűn, amiben bűnös voltam. És mivel ez nem látványos, úgy gondoljuk, ez nem is számít. Dehogy is nem. Minden egyes bűn számít, ami rögzítve van. Este mielőtt lefekszel, csinálsz valamit, meséld el, hogy mit. Igen, minden este mielőtt aludni megyek, beszélek Jézussal. Elmondom neki, hogy mennyire szeretem őt, és megkérdezem tőle, Uram, hogy csináltam ma? Néha azt mondja nekem, Laurie, ezt tetted, ezt helyre kell hoznod. Máskor rávilágít arra, amit tettem, és nem akarja, hogy többé tegyem. Használja ezt arra, hogy tanuljak belőle, mert különbség van éretlenség és lázadás között. Amikor lázadó vagyok, azt kéri tőlem, hogy változtassak a hozzáállásomon. Ha viszont csupán Kedetlen vagyok, érzem, hogy tanít, hogy okuljak belőle, és olyan, mintha kiképzésen lennék, és új dolgokat tanulok. Te és én, és minnyájan biztosak lehetünk az üdvösségünk felől. Abszolút. Abszolút. Jézus Krisztus vére teljesen és tökéletesen megvált, és megment bennünket, felkiáltó jellel, teljes mértékben. Újjászületett hívőként pedig mi engedelmeskedünk Jézusnak. Én egész életemben úgy éltem, ha valamit felfedezek, hogy nem jó, azonnal megtérek belőle, mivel sokkal könnyebb azonnal elbánni a dolgokkal, mint megengedni, hogy megfertőzzön. Ez így van. Én a megtérést vagy bűnbánatra jutást négy részben tanítom. Az első, hogy kerül egyetértésbe Istennel, afelől, hogy amit tettél, az bűn. A második, hogy legyen benned Isten szerinti megbánás. A sokkal több annál, hogy ó, sajnálom. Ha sajnálod, újra meg fogod tenni. De ha van egy Isten szerinti bűnbánat benned, az fáj neked, és annyira bánod, hogy többé nem akarod elkövetni. Ha odáig fajulna a dolog, hogy be betegség is fellép, az ige szerint valljuk meg egymásnak is a bűneinket, hogy meggyógyulhassunk. A negyedik helyettesítened kell azt a dolgot valami mással az életedben, hogy többé ne tedd meg. Úgy szoktam embereknek segíteni, hogy elmondom ezeket, és a négyes lépésnél megkérdem, vajon mit tehetnél a helyet, ami betölti azt az űrt, hogy többé ne védkezz abban Isten ellen. Azt látom általánosságban, hogy különösen a négyes pont, ha sikeres lesz, Isten olyan olyan munkát visz végbe az ember életében, amit mi soha nem tudnánk, mert ő annyira szeret minket, de a megtérés, bűnbánat az egyetlen elfogadható áldozat a bűneimért. Imádkoznál most, hogy megtérjünk, bűnbánatra jussunk? Ó, Jézus, szeretlek! Szeretlek, Atyám! Szeretlek, Szent Szellem! Köszönöm neked, hogy eljöttél, azért, hogy kifizesd a végső árat értünk, amely szerinted megérte. Ó, méltó, méltó, méltó vagy te, Jézus, és jövünk eléd, Istenem, hogy tégy bennünket szenté. Adj ésséget és szentség iránti vágyat nekünk. Istenem, jöjj és győz meg bennünket, ha van bármilyen bűn, amitől szabadnak kell lennünk. Szabaddá akarunk válni, az ördög útjaitól. Istenem, ha bármelyik önket elhitetett a pokol összeesküvése, Jézus, tégy bennünket szabaddá. Ha bármilyen bűnt követtem el, elét hozom és megtérek abból. Istenem, tégy engem szenté, mert azzal jön még több a jelenlétedből. Hadd pihenjek, hadd nyugodjak meg ebben a bizonyosságban, amelyet mondtál az I. Péter 1 Péter 1.16-ban. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Vagyok. Mi vágyunk erre, akarjuk ezt Istenem, vegyél bennünket körül, hogy teljes mértékben egyedül a Tiéd legyünk, nem akarunk semmit rejtve tartani tőled, semmilyen részünk nem maradjon a sötétben, hanem Uram, ragyogjon bennünk a Te fényed. Ó annyira szeretünk Téged, szeretünk, Jézus, a Te nevedben hiszük, hogy megváltoztatsz minket. Halleluja! Amen! Ha van bármi benned, bárki ellen, bocsáss meg. Ez nem érzelem, hanem választás, döntés. Nem egy hosszadalmas folyamat, csupán egyetlen döntés. Követni fogom Istent, vagy nem? Igen, vagy nem? Engedj el mindent annak, aki megbántott téged. Nem éri meg megtartani a sérelmemet, hogy a meg nem bocsátás miatt kerüljek a pokorra. A megbocsátással nem azt ismered el, hogy rendben van, hogy rosszat tettek veled. Ha elvesztetted a bizalmad irántuk, azt nekik kell visszanyerniük. Ez azt jelenti, én nem akarom, hogy bármi közöm legyen ahhoz, mert az olyan, mint a rák, az elválaszt engem Istentől. És én nem akarok semmi olyat, ami elválaszthatna engem Istentől. Ha már vége is lesz a műsorunknak, kérlek, dönts úgy, hogy megbocsátasz azoknak is, akik azt nem érdemlik meg. Mit mondott neked Jézus a visszajöveteléről? Nemrégiben azt mondta, sokkal hamarabb visszatérek, mint ahogy azt gondoljátok. Értettétek? Jézus ezt mondja, sokkal hamarabb visszatérek, mint ahogy azt gondoljátok.